A mai ünnepségünk arról szól, hogy az itteni motorkísérleteket kiegészítő laboratóriumot fogjuk felavatni. A fejlesztés szakmai vezetője üdvözölte a sikeresen zárult Európai Uniós programot. Több mint 403 millió forintból alakítottak ki olyan korszerű kutatás-oktatási innovációs környezetet itt az Audi belső égési motorok tanszéken, ahol egy időben és egy helyen folyhat a fejlesztés, valamint a gyakorlatorientált képzés. A motorba járatni kell a kritikus alkatrészeket. A második az, hogy közvetlenül az alkatrészeken kopásokat tudunk mérni azzal a korszerű radioaktív nukleációs technikával, amivel a besugárzott egyes komponenseknek utána az elvesző radioaktivitását mérjük, és ezzel nagyon pontosan tudjuk azt, hogy melyik alkatrész kopik. A fejlesztés keretében kialakított 4 laboratóriumi helyiség, 2 szerelőműhely, előadó, konferenciaterem és forgácsoló műhely mind-mind a hallgatók munkaerőpiacon is hatékony tudásszerzését segíti. A mi munkánknak akkor van értelme, hogyha az itt élő emberek, családok, az itt élő, működő vállalkozások megtalálják a számításukat. És azt gondolom, hogy ehhez az a háttér, amelyet polgármester úr vezetésével, a város rektor úr vezetésével, az egyetem, az Audi és sok-sok magyar és nem magyar tulajdonú cég kialakított az elmúlt időszakban, ez egy fontos alap. Ugyanakkor fejlesztéspolitikáról is beszélünk, tervezzük a jövőt. Az én véleményem szerint munkahelyteremtés és gazdaságfejlesztés kell, hogy álljon majd az új uniós finanszírozási ciklus időszakán. A középpontjában. A mozzárult projektnek köszönhetően komplexé vált a tanszék oktató-kutató bázisa, ezáltal pedig teljesen funkcionális lett az egyetem, Audi és Győr együttműködésében létrehozott belső égési motorok központ, amely jelentős szerepet vállal a jövő motorfejlesztőinek és gyártó szakembereinek gyakorlati képzésében.